Jó napot kívánok, köszöntöm a tévénézőket, ez itt a napi foci, a Pannon RTV sportműsora, amelyben a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseivel foglalkozunk. Bravúros 1-1-es döntetlent játszott a magyar válogatott Franciaországgal. Erről is fogunk beszélgetni mai vendégeimmel, Kazi Zsoltot, a Magyar Kanizsai Női Labdarúgó Klub elnökét, illetve Sors Róbertet, a Horgosi Labdarúgó Klub elnökét köszöntöm a stúdióban. Sziasztok, együtt néztük végig a mérkőzést. A világbajnok ellen 1-1-et játszott a magyar válogatott. Zsolt, hogyan látod a teljesítményt? Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a kedves nézőket. Azt hiszem, hogy a magyar válogatott az EB eddigi legnagyobb meglepetését okozta ebben a mai eredménnyel. A fiúk ugyanolyan bátran játszottak, mint Portugália ellen, és ennek ma meglett az eredménye. Ott ugye az utolsó percekben a portugálok végül is begyötörtek 3 gólt, ez a franciáknak nem sikerült, és a bátran játszó magyar válogatott végül is szerintem a játék összképét nézve teljesen megérdemelten szerezte meg az egyik pontot. Robert ugye nagyon sokáig vezetett a magyar válogatott Fiola góljával, egy nagyszerű akcióból indult, utána pedig egy védelmi hibából sajnos egyenlítettek a franciák. Hogyan látod, a maximumot hozta ki a magyar csapat, vagy megőrizhették volna az 1-0-át? Hát én azt hiszem, hogy a maximumot hozták ki, mert ugye ne felejtsük el, a francia csapatnak sok helyzete volt a mérkőzés elején, de én azt hiszem, hogy a múltkori mérkőzés, a portugálok elleni mérkőzésen, hát szereztek annyi rutint már a magyar csapat játékosa is, a vezetőség is, hogy nem támadtak ki fej nélkül, nem csináltak olyan meggondolatlan szituációkat, ami veszélybe sodorhatta volna az eredményt, és én azt hiszem, hogy a fegyelmezettség az, ami meghozta gyümölcsét, és hát láttuk, hogy Gulácsi is remekül védett, valamint hát a játékosok most már könnyebben, szebben, jobban hozták fel a labdákat is. Hamarosan folytatjuk majd az elemzéssel, ugyanis lesz miről beszélni. Most viszont egy bejátszást mutatunk arról, hogy milyen volt a hangulata mérkőzést megelőzően, ugye nagyon sok szurkoló buzdította a magyar csapatot Budapesten, stábunk is ott forgatott, ezt láthatják most. Arra számítok, hogy egy nagyon-nagyon jót fogunk szurkolni. Életemnek a legnagyobb szurkolói élménye ez. Imádom a magyar válogatottat, imádom a magyar focit, és most arra számítok, hogy egy jót fogunk a társaimmal szurkolni. A magyarokat buzdítjuk, és a legjobbra számítunk. Hát majd az eredmény az majd kiderül. Lehet, hogy nem lesz éppen a legjobb a magyar válogatott, de egy tisztes helytállás, egy jó játék, az már teljesen elégedetté tesz minket, és a többi az meg az élmény, amit itt a mögöttünk lehet látni, igazából ez az egész bajó, lesz egy nagyon nagy vonulás, itt vagyunk ugye szabadkai zászló előtt, itt vagyunk a barátainkkal, a szurkolótársainkkal, és buzdítjuk a magyar válogatottat, hiszen a magyar válogatott tér mindent megadunk. Csak egy fél mondatban, te mire számítasz egyébként? Tehát, hogy itt most megvan maga a hangulat, és ami az eredményt illeti? Egy tisztes helytállásra számítok, és ahogy az társam mondta, egy nagyon nagy szurkolásra, és egy óriási élmény lesz. Az élmény, vagy a foci hozott benneteket? Az élmény, mert szerintem játékban sokkal jobbak, de úgy gondolom, hogy szurkolásban mi vagyunk a jobbak. Értem, tehát a portugál-magyar meccs után egyébként azért jó focira lehet számítani a magyarok részére. Nagyon bízunk benne, nagyon bízunk benne. Üdvözlünk mindenki Szabadkán. Nagyon bízunk. Ennyi. Szerintem ugyanúgy bele fognak mindent adni, és nagyon fognak harcolni. Thank you.
innen Szabadkáról is voltak tehát szurkolók ma a Puskás arénában, és bizonyára nagyon örülnek az eredménynek, az 1-1-nek. Fiúk, teltházas közönség előtt játszott ugye a magyar válogatott Budapesten a Puskás arénában, ez bizonyára hatalmas előny volt. Erről fogunk most beszélgetni, és közben meg is tudjuk mutatni a nézőknek a táblázatot, hogy hogyan áll ez a csoport, ugyanis nagyon fontos, hogy a magyarok megőrizték az esélyt arra, hogy egy németországi bravúrral még tovább is tudhatnak jutni majd. Zsolt, hogyan látod az esélyeket? Hát a magyar válogatott szerintem az első két mérkőzésen azzal lepte meg az ellenfeleit, hogy nem csak tehát hogy fegyelmezetten védekezett, hanem a fiúk bátran támadtak. És szerintem erre a portugálok és a franciák nem voltak abszolút felkészülve. Ők ugye a mérkőzés előtt rutinból mindig azt nyilatkozták, hát, hogy ők nagyon tisztelik a magyar válogatottat, de szerintem ők azért a lelkükén egy picit lebecsülték a magyar csapatot, úgy voltak vele, hogy nálunk lesz a labda, járatjuk, és akkor előbb-utóbb majd rugunk neki gólokat. Hát bizony a portugálok erre majdnem ráfáztak, a franciák meg rá is fáztak. Szerintem az volt a kulcsa, hogy a magyar válogatott ma a franciák ellen is mert játszani, tehát nem csak védekeztek, hanem szépen támadtak is. Ebből ugye egy ilyen szép támadás végén sikerült megszerezni a vezetést is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ma Székelyföldtől egészen Felvidékig minden magyar foci drukker büszke lehet a válogatottra. Zsolt említette, hogy lehet, hogy a franciák kicsit lebecsülték a magyarokat. Németországban viszonylag könnyen tudtak nyerni a házigazdák ellen, azonban ott nem sok néző volt, itt a Puskás arénában azonban telt ház volt. Robi, szerinted mekkora löketet adott ez a magyar csapatnak? Hát ez hatalmas löketet adott, mert hát az egész európai mezőnyben ugye nem voltak nézők, tehát bár milyen mérkőzéseket játszottak az Európa kupákban, válogatott mérkőzéseken, és hát úgy hirtelen rázódol az ember, 60 ezer embernek a hangja és az a lelkesedés, buzdítás. Biztos, hogy egy kicsit a franciáknak is, hát most nem mondom, hogy megremegett a lábuk, de hát azért magyar játékosok is hozzásegítettek azzal is, hogy nem álltak be védekezni, és hát így egy kicsit feszültségbe tartották a francia csapatot. Marco Rossi továbbra is nagyon jól irányítja ezt a magyar csapatot. Volt néhány változtatás a kezdő csapatban, gondolok itt Loic Nego kezdett. Hogyan láttad a mai felállást? Lehetett-e volna ettől komolyabb eredményt még elérni? Hát ez is már egy nagyon nagy eredmény, azt hiszem, hogy nem sokan számítottunk erre az eredményre. Marco Rossival hatalmasat nyert a magyar foci, tehát ő már a Kispest edzőjeként is bebizonyította, hogy egy nagyon jó szakemberről van szó, utána ugye Dunaszerdahelyen is jól dolgozott, a magyar válogatottat pedig hát rendkívül jól irányítja. Én azt hiszem, hogy egy szavunk nem lehet a szakemberre. Ma is nagyon jó összerakta a csapatot Gulácsi Pétertől a csatárakig, mindenki oda tette magát, mindenki nagyon jól játszott. A középpályás sor az pedig egyszerűen fantasztikus volt. Tehát azt hiszem, hogy Kleinheinzer, Nagy Ádám élete mérkőzését játszotta. Voltak nagyon jó teljesítmények, azonban a sajnálatos esemény is, ugye Szalai Ádám megsérült, le kellett cserélni, ugye a csapatkapitányról van szó, Nikolic nem anya állt be a helyére. Elég jól helyettesítette. Következő mérkőzésen nem tudjuk, hogy visszatér-e majd Ádám. Robi, hogyan látod az esélyeket? Én bízok benne, hogy a magyar csapat ebből tud táplálkozni, ebből a két mérkőzésből, és ebből a sikeres eredményből. És hát én azt hiszem, hogy nagyon jól válogatott az edző, mert hát ugye a Fiolát betette a csapatba, akit kértek, hogy más tegyenek helyette, és ő okosan, taktikailag, megfontoltan hajtotta végre a dolgokat, és ezáltal szerintem a németek ellen is lesz esély, tehát meg fogják találni a módját, hogy hát most hogy döntetlen vagy győzelem, én bízom a győzelemben. Természetesen visszatérünk még majd erre a csoportra, azonban először nézzük a tegnap délutánt, illetve az estét, ugyanis 6 órakor, illetve 9 órakor is volt egy-egy mérkőzés, ennek eredményeit láthatják most. Pénteken a D csoportban Horvátország Csehországgal, míg Anglia Skóciával mérkőzött. A horvátok továbbra is csak árnyékai annak a csapatnak, amely az előző világbajnokságon ezüstérmes lett. Modricék az első fordulóban egy gólos vereséget szenvedtek a csoport fő esélyesének tartott angoloktól, míg a csehek 2-0-ra legyőzték Skóciát. Ettől függetlenül a mérkőzés előtt Horvátország számított esélyesebbnek. Az első igazi lehetőség ennek ellenére a csehek előtt adódott. Egy szöglet után Tomás Szucsek fejelhetett viszonylag tisztán, de nem találta el a kaput. A folytatásban a horvátok próbáltak feljebb lépni, ám a csehek támadásai állandó veszélyt jelentettek.
A 35. percben aztán Dejan Lovren 16-oson belüli könyököse után büntetőhöz jutott a cseh válogatott. A 11-est Patrick Schick váltott a gólra. A második félidő még intenzívebb játékot hozott, kettőt is cserélt a horvát szövetségi kapitány, majd Perisic talált egy remek szóló után a hálóban 47. percben, ezután pedig a csehek és a horvátok is felpörögtek, a további gólok azonban elmaradtak. A felek egy-egyre mérkőztek, ami inkább a cseheknek felelt meg. A horvátoknak a harmadik körben nyerniük kell, ha szeretnének tovább jutni. A csoport másik mérkőzésén az örök riválisok Anglia és Skócia csaptak össze. A mérkőzés nem szép játékról, hanem inkább a keményebb belépőkről és az óriási küzdelemről szólt. Az angoloknak volt egy kapufájuk, de akadt gólszerzési lehetőségük a versenyben maradásért harcoló skótoknak is. Mindkét csapat próbált támadásokat vezetni, de egyikük sem mert igazán kitámadni, nehogy egy kontrából gólt kapjon. Az Európa-bajnokságon ez volt a második mérkőzés, amelyen nem született találat. A tegnapi játéknapon is voltak tehát meglepetések az EB-n, nem is kevés, az egyik legnagyobbat a skótok, illetve az angolok hozták össze. Elég érdekesen alakul ennek a csoportnak az állása, meg is tudjuk majd mindjárt mutatni a nézőknek. Két 4 pontos csapat, illetve a horvátoknak van egy is, a skótoknak, mindenkinek megvan az esélye. Robi, hogyan látod a továbbjutókat itt a harmadik kör előtt? Hát én az elejében gondoltam, hogy az angolok és a horvátok simán jutnak tovább, de azonban a horvátok nem tudják azt a játékot hozni, amit mint világbajnoki második helyezett elértek. Valahogy nincsenek a játékosok úgy motiválva, vagy tehát a csapat összetétele lehet, hogy nem megfelelő. És hát így most nagyon nyílt a továbbjutás kérdése. De én gondolom, hogy a horvátok az utolsó mérkőzésre felszívják magukat, skótokat legyőzik, és hát valószínűleg akkor tovább jutnak, ugye, mert akkor 4 pontjuk is lenne, és akkor még ha harmadikok lesznek, akkor is tovább jutnak. Hát a másik pedig, hát Anglia valószínű, hogy tovább jut. Zsolt, te bizonyára ezzel nem értesz egyet, mert korábbi műsorinkban már elmondtad, hogy nagy skót szurkoló vagy, és örülsz, hogy kijutottak az EB-re. Hát egy nagyon komoly harmadik forduló vár rájuk a horvátok ellen. Itt Robi azt mondta, hogy Horvátország be fogja húzni, szerinted milyen eredmény várható? Hát az egy hatalmas csata lesz, mindkét csapatnak ugye a győzelem kell. A horvátok toronymagos esélyesei annak a mérkőzésnek, annak ellenére, hogy Glasgow-ban játszanak majd. De a horvátoknak azért oda kell figyelni nagyon, mert ha ilyen kényelmesen fociznak, mint ahogy az első két mérkőzésen is tették, akkor könnyen pórújálhatnak. Na most ezt a csoportot, hogyha nézzük, a csehek és az angolok 4-4 ponttal viszonylag kényelmes pozícióval várják az utolsó fordulót. Ugyanis 4 ponttal valószínűleg tovább lehet jutni, itt van a táblázat, és hogyha döntetlen játszanak 5-5 pont, akkor biztos a továbbjutás mind a kettőjük számára. Azonban a csoport harmadik is tovább juthat, hogyha 4 pontja van, de hogyha véletlen a horvátok és a skótok döntetlen játszanak, akkor 2 ponttal a harmadik helyzet sem megy semmire. Úgyhogy tényleg kiki mérkőzés várható. Robi, hogy látod, ebből a csoportból ki lehet, melyik helyen juthatnak tovább a csapatok? Hát szerintem Anglia biztos tovább jut az első helyen. Hát most én még gondolom, hogy a horvát csapat fog tovább jutni. Zsolt? Hát Anglia első hely, valószínű, hogy Csehország második hely. A szívem azt mondja, hogy Skócia harmadik hely, de valószínűleg Horvátország lesz az. Mi pedig megyünk is tovább, ugyanis ahogy azt említettük, folytatjuk ma a halál csoporttal, ugyanis még egy nagyon izgalmas mérkőzés lesz a magyarok csoportjában. Németország Portugáliával mérkőzik. Lássuk, milyen esélyeket jósolnak. Tizennyolc órától a halál csoport másik összecsapása következik, ahol az első körben 3 pontot begyűjtő portugálok azzal a Németországgal mérkőznek meg, amely a nyitó fordulóban kikapott a franciáktól. A németeknek ez egy mindent vagy semmit mérkőzés lehet, ugyanis ha ismét veszítenek, akkor a csoportból továbbjutástól igencsak távol kerülhetnek. Ha döntetlen viszont mindkét csapatnak jó lehet, ha a németek azzal kalkulálnak, hogy a harmadik fordulóban legyőzik a magyarokat. 21 órakor pedig az E-csoport lesz programon, ahol a spanyolok és a lengyelek fognak kiki mérkőzést vívni egymással, ugyanis előbbi csak 0-0-ás döntetlent játszott az első körben, még Lewandowski kikaptak Szlovákiától. A lengyelek számára egy újabb vereség szinte biztos kiesést jelenthet az Európa-bajnokságon.
Német-portugál rangadóval folytatódik tehát az Európa-bajnokság 18 órától. Hát a németeknek most biztos nem lesz könnyű dolguk, ugyanis hogyha kikapnak, akkor lehet, hogy tovább sem jutnak ebből a csoportból. Zsolt, mik az előrejelzéseid? Pontosan így van, ahogy mondod, tehát ők még egyszer nem kaphatnak ki a csoportban. A mai mérkőzésen legalább egy pontot kell, hogy szerezzenek, hogy életben tartsák a továbbjutási esélyeiket. Hát ezért a németeket ismerve biztos, hogy mindent meg is fognak tenni, de hát a portugál is egy nagyon jó csapat, úgyhogy én egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy a németek meg fogják nyerni a mérkőzést. Életveszélyesek lesznek a portugál kontrák is, tehát azon a mérkőzésen is bármilyen eredmény előfordulhat. És még egy érdekesség, még ha csak nem is ezt a meccset nézzük, hanem már a harmadik körre tekintünk előre, Magyarország Németország ellen fog játszani, illetve ha ott sikerül még nagyobb bravúrt elérni, mint itt most hazai pályán, akkor még meg is előzheti a magyar csapat a németeket. Robi, szerinted ez előfordulhat-e, vagy pedig Németországban behúz a Portugália ellen a három pontot? Hát én bízom a portugálokban is, meg a magyarokban is, de nagyon nehéz. Tehát a német futball az olyan, hogy ők végsőkig harcolnak, küzdenek, és hát valami módon tovább fognak jutni, én azt hiszem, a németek is. Tehát portugálok az egyik legstabilabb csapat, de szerintem a németek is valami módon. Meglátjuk, izgalmas mérkőzés lesz nekünk, magyar szurkolóknak is természetesen. És este 9 órakor pedig az E csoport második köre is lezárul. Ugye Spanyolország és Lengyelország mérkőzik egymással. Az első kör egyiküknek sem sikerült túl jól. Spanyolok 0-0-t játszottak, a lengyelek pedig kikaptak. Zsolt, szerinted Lewandowski megtalálja a gólövőcipőjét, vagy pedig nagy falat lesz nekik a spanyol válogatott? Hát kíváncsian várom ezt a mérkőzést. Szerintem itt is hasonló lesz a forgatókönyv, mint amilyen a spanyol-svéd mérkőzésen volt. Tehát minden bizonnyal a spanyoloknál lesz sokkal többet a labda, ők fognak irányítani, valószínűleg nekik is lesz több helyzetük. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a lengyelek milyen taktikával lépnek pályára. Ugye ők kikaptak a szlovákoktól, tehát nekik még egy vereség nem fér bele. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogják megtalálni Lewandowskit. Én Zielinskitől várok ma gólt a lengyel válogatottból, ő a Napoli középpályása. Szerintem talán ő lehet az, aki majd veszélyeztetheti a spanyol kaput. Zsolt most kicsit komolyabban elemezte nekünk a lengyel válogatottat. Robi, beszéljünk most kicsit a spanyolokról, ugye szó esett róla, hogy fiatalabb csapattal érkeztek. Kevés olyan nagy név van, mint ahogy megszokhattuk korábban a nagy tornákon. Szerinted ki lehet az, aki el tudja vállalni, hogy vállán viszi ezt a csapatot és gólokat lő? Hát itt ez csapatjáték, tehát a spanyoloknál a csapatjáték dominál, és tehát ugye ez a tiki-taka foci, amit most mondjuk én szeretek is. Én bízom abban, hogy a spanyolok nyernek, tovább jutnak, ugye ők utánpótlás Európa világbajnokok is voltak, tehát nagyon sok fiatal játékosuk van, aki bármikor eldönteti a mérkőzést, úgyhogy a lengyeleknél egy-két adut van, de hát azt szerintem meg tudják semlegesíteni, és akkor Spanyolország győzni fog. Két komoly mérkőzés vár tehát ránk ma 6-kor és 9-kor. Nekünk műsorunkból azonban már csak néhány perc maradt hátra. Kedves nézőink, van nekünk egy nyereményjátékunk, amelyben tegnap azt kérdeztük, hogy kilőtte a győztes gólt a Dán-Belga mérkőzésen. A helyes válasz pedig az A volt, vagyis Kevin De Bruyne. Nagyon sokan tudták ezúttal is a helyes megfejtést. És Horváth Sándor, illetve Repecki Bertold örülhetnek. Előbbi egy napi focis bögrét, utóbbi pedig egy napi focis sapkát nyert. Gratulálunk nekik. És természetesen ma is van kérdésünk, mutatjuk is. A kérdésünk pedig így szól. Kilőtte a csehek elleni egyenlítő gólt a horvát válogatottból? A. Luka Modric, vagy pedig B. Iván Perisic. A megfejtéseket pedig továbbra is a Sport Hétfő Facebook profilján üzenetek formájában várjuk a következő műsorunk kezdetéig. Játszani pedig érdemes velünk, hiszen az asztalon látható labdát is megnyerhetik, méghozzá három ilyet fogunk majd kisorsolni a döntő napján, addig is pedig sapkákat, bögréket, pólókat lehet nálunk nyerni. Vendégeimnek, Kazi Zsoltnak és Sors Robertnek pedig köszönöm, hogy itt voltak, várunk benneteket a következő műsorokba is. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, ennyi volt már a napi foci, tartsanak velünk holnap is, további szép napot, a viszontlátásra!